ezen a, ebben a hát az időszakban, ebben az elmúlt pár hónapban egyfolytában látogattak haza a misszionáriusaink. Our missionaries kept coming, és visiting nagy áldás home, and that's a great blessing. Volt és az is még. Was and it is. És most Pásztor Lajostól fogunk hallani. And now we are going to hear from Pastor Lajos. És azt hiszem szerda előtt már mész vissza, ugye? Wednesday mikor? You're going back. Kedden már megy vissza. He's going back on Tuesday. Peruba. To Peru. A feleségéhez. To his wife. Vége van a bulinak Michelle számára. Fun's over for Michelle. És aztán ki tudja, meddig nem látjuk. And then who knows how long we won't see him. És csak üdvözöljük nagy szeretettel. Let's just welcome him with great love. Ha figyeljünk, let's hallgassunk, listen. Isten nagyszerű embere. Great man of God. Oké, hagyják ezt már. Oké, Máté 5, nagyon kedvesek voltak. You're very kind. In Matthew 5. Huszadik vers. And verse 20. Mert mondom néktek, hogy a ti igazságtok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen nem mehettek be a mennyek országába. For I say unto you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. Urunk, kérünk, hogy áld meg Lord, ezt az igét. Please bless this word. Szólj a te népedhez a te igéd által. Speak to your people by your word, through your word. Te nevedben imádkoztunk. In your name be prayed. Amen. 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 Okay. A ti igazságotok. Your righteousness. Hogyha nem haladja meg. If it doesn't exceed. Farizeusok igazsága. The righteousness of the scribes and the Pharisees. Wow. Akik annyiszor böjtöltek. The scribes and the Pharisees fasted so many times. Tanulmányozták az igét. They were studying the word. Nagyon sokat. A lot. És imádkoztak. And they prayed. És minden nap mentek gyülekezetbe. And they went to church every day. Hogyan lehet az? How could it be possible? Hogy nekem, hogy én a mennybe menjek. That I would go to heaven. Hogyan lehet ezt túlszárnyalni? How can you exceed that? Egyszerű válasz, nem lehet. Well, simple answer, you cannot. It's not possible. A farizeusok és az írástudók elérték azt a szintet. They reached that level. Vallásosan. Religiously. Amit el lehetett érni. That you could reach. És nem lehet annál tovább menni. And you can't go beyond that. És azt mondja az Úr, hogy nem mehettek a mennybe. The Lord says you can't enter heaven. És az a nagy kérdés, hogy akkor hogyan lehet a mennybe menni? The big question is then how can you enter heaven? És tudom, hogy tudjátok a választ. And I know you know the answer. De azon gondolkodtam, hogy but I was just thinking, ez az a bevégzett munka üzenete, amit mi viszünk. That this is the message of the finished work that we bring. Az, hogy nem neked kell jobb embernek this lenned. This message that we carry, that you don't have to become a better person. Hogy te nem tudsz elég jó lenni. You can't be good enough. Hanem ez Isten ajándéka. But this is the gift of God. És ugye a Róma 3-ban. And in Romans chapter 3. A 24-es és a 25-es vers. Azt mondja, hogy megigazolván ingyen az ő kegyelméből, Krisztus Jézusban való váltság által. Say, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Hogy lehet, hogy én igazabb legyek egy farizeusnál? How can I be more righteous than a Pharisee? Hit által. By faith. Micsoda? What do you mean? Hit által. By faith. Hiszel Jézusban. You believe in Jesus Christ. Igazabb vagy, mint egy farizeus. And you are more righteous than a Pharisee. És azt mondja, hogy says, az Isten eleve elrendelt engesztelő áldozató hitáltal az ő vérében. Whom God set forth to be a propitiation by his blood through faith. Hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt. To demonstrate his righteousness because of his forbearance God had passed over the sins that were previously committed. A mi üzenetünk az a bevégzett munka üzenete. Our message is the message of the finished work. Jézus vére ott van a mennyei. The blood of
Jesus is there in heaven, in the holy tabernacle in heaven. Ott van az engesztelés székén. It's there on the mercy seat. Az a vér, ami kiontatott a keresztfán. That was shed on the cross. Engesztelést. Propitiation. Engesztelést szerzett. It has granted propitiation for us. És. And. És. And. Jézus. And Jesus. Igazsága neked tulajdonítatott. His righteousness was given to you. Róma 8. In Romans 8. Negyedik vers. Verse 4. Ahogy ez a törvény igaz, igaz követelményei. The righteous demands of the law betöltettek bennünk. Were fulfilled in him. De olyan igaz vagy, mint Jézus Krisztus. You are just as righteous as Jesus. Nem próbálunk valakikké válni. We don't try to become somebody else. Már azok vagyunk. We are already. Ez a bevégzett munka. Different, and that's the finished work. Én, ez nem válik, ez nem lesz jobb. This doesn't get any better. Ez annyira jó. This is so good. Annyira izgatott vagyok. And I'm so excited. Az miatt, hogy meg vagyok váltva. Because of this that I am saved. Hogy új teremtés vagyok. That I am a new creation. Titus 3:5-ben. In Titus 3:5. Hogy újjá lettünk teremtve, meg lettünk igazítva. We have been justified, we have been made righteous, and we were recreated. Hogy a múltunk el lett törölve, és biztos jövőnk van. That our past is completely blotted out, and we have a sure future. És szabadok vagyunk. And we are free. Nem kell, hogy magunkon gondolkozzunk. We don't have to think about ourselves. Most eleget imádkoztam, eleget have bőtöltem. Have I prayed enough? Have I fasted eleget enough? Tanulmányoztam. Have I studied the word enough? Hanem egy igazi imádatban élünk. But we live in genuine worship. És a drága mártír testvérünk. And our precious brother who was martyred. Ment a megégetés he helyére. Was on his way to the stake where he was going to be burned. Körbevették a hívők. And the disciple, the believers surrounded him. És általában az arcuk nagyon nyugodt volt. And usually their faces who were going to be burned, the martyrs, their faces were really calm. Remény teljes volt, így a tekintetük. And their look was really hopeful. És az egyik kedvencem. And one of my favorites is. Az volt, aki így fogta, levette a kabátját. Was this person who took off his coat. És akkor így odaadta egy a szegényeknek. And gave it to the poor. Neki már nem kell. He doesn't need it anymore. Nehogy megégjen. You know that it wouldn't be burnt. He didn't want it to be burnt. Várjatok még. Wait a second. Levette a cipőjét. He took his shoes off. És odaadta egy a szegényeknek. And gave it to the poor. Minden ruháját, amit itt tudott. What, like all the clothes he could, he took off. Nagy gonddal így összehajtotta és így odaadta. Carefully folded them and gave them to the poor. Hú, micsoda szabad ember. What a free person. Hogyan lehetne így élni? Such a free man. How could you live like Jézus, that? Jézus is így élt. Jesus lived like that. És azt hiszem, hogy ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. That where the spirit of the Lord, there is liberty. A megigazult ember nem értékelgeti saját magát. A righteous, justified person doesn't evaluate himself szabadon all the time. Él. Lives freely. És imádja Istent. And worships God. Krisztus vére jobb dolgokról beszél a mennyben. The blood of Christ speaks of better things. Mint Ábelnek a vére. Than the blood of Abel. Meglettünk igazítva. We've been justified. És igazak vagyunk. And we are righteous. Amen. Amen. Köszönjük, Pásztor Lajos. Thank you, Pastor Lajos. Most ez a felajánlásnak a helye és ideje. This is the place and time of the offering. És ez elsősorban azoknak szól, akik magukinak érzik ezt a gyülekezetet. This is primarily for those who consider this church their home church. És annyira jó volt, amit hallottunk. What we heard was so good. A bevégzett munkáról. About the finished work. Az engesztelés. Propitiation. A felajánlás nem arról szól, hogy kiengeszteljük Istent, hogy megnyugtatjuk a lelkiismeretünket. The offering is not about calming our conscience or trying to give propitiation to God. Vagy nem értékelésről szól. It's not about evaluation. Hogy aki többet ad, az szellemi. You know, like those who give more are more spiritual. Van egy rövid történetem. I have a short story. Ez most hétvégén történt, múlt hétvégén. This happened last weekend. Sogorom kislánya fölmászott egy, hát körülbelül ilyen magas kis emelvényre. My brother-in-law's little daughter climbed up a little
like a podium about this high. Körülbelül, hát most lesz 6 éves, de még picike. She's small. She's almost 6 years old, but she's small. She's tiny. És nem mert lejönni. And she didn't dare to come up, come down. Mert nem látta a lépcsőfokot, because hogy hol she van. Didn't see the steps. Csak így oda mentem hozzá. The ladder, and I just went up to her. Mondtuk neki, hogy jöjjön le, megpróbált lejönni. We told her to come down. She tried. És amikor megérintette a lépcsőfokot, akkor majdnem úgy volt, hogy tovább jön, de nem volt egy biztos pontja. She touched the step with her foot, but she wasn't really sure. Úgyhogy gyorsan visszamászott, so átölelte a korlátot, és azt mondta, hogy nem. Back up again, and she's like, no, I'm not coming down. És csak azt mondtam, hogy figyelj, Eszti, and I told her, Eszti, hogy listen, itt vagyok mögötted. I'm right behind you. Fogom végig a hátadat. I'm gonna hold your back. Hogyha ha esetleg leesnél, akkor meg tudlak fogni. You know, in case you would fall, I can catch you. És Rita ott állt mellettem. Rita was standing next to me. Rita, hát olyan erős vagyok, hogy még Rita nénit is elbírom. So I told her I'm so strong that I can even lift Auntie Rita. Aztán persze viccelődtem. Of course. Úgy csináltam, mintha nem tudnám fölemelni. I pretended I couldn't lift her. És füligérő szája. And then she was laughing. Annak ellenére, hogy még egyszer mondtuk volna, hogy jöjjön. And without saying once more, come down. Úgy lerohant, hogy még csak nem is kellett fogjam a hátát. I didn't even have to hold her back. She came down perfectly. Azt mutatja nekem, hogy. And it showed me. Hogy ha biztonságban vagyunk, if we are in safety, akkor sokkal többet tesz az ember. You do much more. És Isten nem ver az ostorral, and God is not scourging you, hanem azt mondja, hogy megtettem mindent érted. But he's saying, I have done everything for you. Te az én kezemben vagy. You are on the palm of my hand. Úgyhogy nem engesztelés. You're in my hand. So this, the offering is not propitiation. Hanem szabadok vagyunk. But we are free. Ja, és csak kérlek, hogy adjatok hitből. And please give by faith. Tudván, hogy Isten ott áll mögöttetek. That God is right behind you. És nagyobb problémákat is megoldott, mint a te anyagi helyzeted. He has solved greater problems than your financial situation. Köszönjük, Urunk. Thank you, Lord. Köszönjük, hogy te nagyobb vagy nálunk. Thank you that you are greater than us. Nagyobb vagy, mint aki a világban van. You are greater than the one in the world. Ha a szívünk vádolna, te nagyobb vagy nála. And if our hearts condemn us, you are greater than our hearts and you know all things. Hadd lássunk olyannak, amilyen te vagy. Let us see you the way you are. Csak kérlek arra, hogy gondoskodj anyagilag rólunk. Please provide for us financially. A gyülekezetről. Provide for the church. És áld meg ezt a felajánlást. And bless this offering. Jézus nevében kérjük. In the name of Jesus we ask. Amen. Amen. Szervusztok még egyszer. Hi again. És egy kicsit folytatjuk a szerdai üzenetet. We'll continue Wednesday night's message a little bit. És ma reggel itt nagyon. And we'll continue the message from this morning very much. Mielőtt before oda mennénk. Going there. Oh. Kérlek, álljatok fel. Please stand. Talán csak olvasunk el egy verset. And let's just read one verse. És ez Róma 11:36. Romans 11:36. Egy visszautalás a ma reggeli alkalomra. I am referring back to this morning's message. Ez Jézusról szól. This verse speaks about Jesus, about God. És azt mondja. And says. Ő tőle. For of him, ő általa, and through him, és ő érte vannak mindenek. To him are all things. Övé a dicsőség mindörökké. To whom be glory forever. Ő a forrás. He is the source. Az eredet. The beginning, the origin. Cél, he's the goal, the purpose, és nagyon the fontos, end. And very important. Ő a folyamat. He is the process. Ő az út a kettő he is között, the way in between. Ami magába foglalja igazán, ha így gondoljuk az egész életünket. That includes all of our lives, és actually, az egész világ mindenséget, ha úgy tetszik. And the whole universe, if you like. De ahogy erre gondolunk, but as we think és ahogy gondolkodunk a látásról, and as we think about vision, csak szeretném, ha imádkoznánk először. I'd like us to pray és first. Tényleg, hogyha
valahol hátul vagy, és szeretnél némi ventilátort magadra, akkor gyere közelebb, you need nyugodtan. A fan, please come forward. There are some nem kell megkukulni a melegtől, oké? Okay. Faint because of the heat. Mennyei Atyánk, dear Heavenly Father, kérünk téged, we ask adj nekünk figyelmet, please give us attention, szóld a te ígédet a szívünkhöz, speak your words to our hearts, nem csak a fülünkhöz, not just to our ears, hanem szóld a te ígédet a szívünkhöz is, speak your words to our hearts as vigyél well, minket tovább, take us on forward, messzebb, beyond, te meddig természetileg mennénk, beyond than where we would go naturally, vigyél el minket egész végig az úton, vezess minket, lead us te szíved szerint, according to your heart, Jézus nevében. In the name of Jesus. Amen. 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 Foglaltok helyet. Please be seated. És, ugye szerdán beszéltünk arról, hogy Kettő Királyok 20-ban. On Wednesday we were talking about this, that in 2 Kings chapter 20. Ezékiás királynak volt plusz 15 éve. King Hezekiah got an extra 15 years. How many of you remember? Hát akkor el kell mondanom, mert a legtöbben nem. I have to say again because most of you don't remember. Hogy volt egy halálos betegsége. He had a lethal sickness. És Isten meggyógyította, miután könyörgött. And then he beseeched God and God healed him. És Isten hozzáadott az életét. God added another 15 years to his life. Egy értelemben. Which is good news in a sense. Csak volt egy-két probléma ezzel. But there were some problems with that. Mégpedig az, namely, hogy Ezékiás, ahogy szerdán beszéltünk King róla, Hezekiah, as we spoke about him on Wednesday, meggyőződések nélkül élte azt a 15 évet. That 15 years without convictions. És hiányzott neki még egy dolog. And there was something else missing. És arról beszéltünk szerdán. And we said on Wednesday, hogy meggyőződések nélkül veszélyes élni. That it's dangerous to live without convictions. Either way, it's de, very dangerous. De meggyőződések nélkül, but without convictions, kifejezetten az extrém sport kategóriába tartozik. It definitely falls into extreme category. És aztán még valami hiányzott neki. Something else was missing for King Hezekiah. És ma reggel volt szó erről. And we spoke about that this morning. Arról, hogy Ezékiás azt mondta. That Hezekiah said. A 20. fejezet 17, 18, 19. versében. In chapter 20, verses 17, 18 and 19. Nem érdekel, mi történik utánam. I don't care what happens after me. Csak az én időmben legyen békesség és nyugalom. Just let there be peace and rest in csak my days. Csak legyen hűség és békesség, let többi be faithfulness and calm kit érdekel, and hogy összedől az ország, well, kit érdekel, later, hogy a fiaimat elviszik fogságba, kit érdekel, hogy kirabolja az ellenség a kincstár, kit csak az én időmben legyen rendben minden. Will collapse, but in my time let there be peace és and ez, rest. Ez a látás nélküli élet. Is a life without Ezékiás királynak nem volt for látása ebben a 15 évben. Didn't have a vision in these 15 és years. Egy értelemben úgy mondhatnánk, and in a sense we could say, minek élt még 15 évet. What did he live another 15 years hogyha nem volt látása, if he didn't ha nem have volt vision, örök célja, if ha nem he didn't tartott have an Istennel purpose, valahová, if he wasn't headed to somewhere with God, akkor ugyan mi értelme volt? What sense did it make? És csak visszautalva a délelőttire, and just referring back to hát this morning, az üzenet nélkül ez nem because, egészen teljes, well, without that message, this one is not entirely complete. Hogy az ellenség szeretné, ha úgy gondolkodnál magadról, you to think about yourself this way, hogy ki nem vagy, who you are not, mit nem csinálsz, what is it that you don't do, mit nem mersz megtenni, what is it that you don't hova dare to do, hova nem mersz elmenni. Where is it that és you arról don't dare beszéltünk, to go? Hogy ne gondolkodj így a kereszténységedről. This, ne gondolkodj így az életedről. Think about your life and about your Christianity this way. God nem arról beszél nekünk, mi hiányzik, hanem arról beszél, but, hogy mit kaptunk Krisztusban. Újra, meg újra, meg újra, meg újra. Látjuk ezt az írásban. Mit kaptál Krisztusban? Kivé lettél Krisztusban? Milyen ajándékaid vannak? A Szent Szellem mivel fog szolgálni feléd? És tudod, és ne gondolkodj tényleg semmiről hívő életedben, így, hogy
hogy ó, ahova nem tudok menni, amit nem tudok megcsinálni, aki nem vagyok, ó, én nem vagyok egy jó hívő, ó, én nem vagyok egy igazi tanítvány, én nem vagyok, tudom is én nem vagyok elég bátor, hogy szolgáljak, én nem járok imádkozni, én nem járok lelket nyerni. Ne gondolkodj így a hívő életedről, hanem ismerd fel, hogy Krisztus benned van. És ő minden mindenekben. Tényleg, ő minden mindenekben. És benned is. Ő minden. Nem, nincs korlát egy értelemben. Ne így gondolkodj magadról. Mi hiányzik, mi nincs meg. Mert ha így gondolkodol, akkor űzött leszel a hívő életedben. És Istennek nem ez a szíve. Isten nem azt mondja nekünk, hey, látod, mi mindent nem csinálsz? Látod, hogyan kellene járnod? Látod, kinek kéne igazán lenned? Ha tudod, milyen egy jó feleség? Tudod, hogyan támogatja a férjét? Tudod, hogyan tiszteli őt? Tudod, hogyan áll mellette? Tudod, hogyan bátorítja a szolgálatát? Látod, hogy mi minden hiányzik? Tudod, és ez az ellenség szíve mindannyiunk felé. Ne csak Ritának legyen rossz estéje. So everybody would have a bad evening, not just me. De tudod, ez az ellenség vágya nekünk. That's the desire. Milyen apa vagy te? What kind of a father vagy, are nem you? Vagy az? Or if you're not? Milyen apa lennél, ha lenne gyereket? Milyen jó, hogy nincs gyereket? Would you be? Thank goodness you don't have a child. Hogy ez az ellenség szíve felé. This is the heart of the enemy towards us. Istennek pedig nem ez a szíve felé. And God's heart is not like that. Amikor a látásról beszélünk, vision, arról, hogy legyen látásunk az életünkben, this, hogy ne legyünk lives, egy örök cél nélkül, akkor ez nem arról szól, hogy korbácsoljuk föl magunkat érzelmileg, hanem arról szól, hogy te ki vagy Krisztusban, és tanulj meg járni abban, tanulj meg kilépni abban, tanulj meg gyakorolni azt, aki vagy. Practice, exercise, who az egy méreg az ellenségtől, amikor azt halljuk, neked ennek kéne lenned, neked annak kéne lenned. Nem, figyelj, Krisztus bevégezte a munkát, érted? Amikor újjászülettél, akkor teljesen újjászülettél. Amikor megkaptad a Szent Szellemet, akkor ő teljesen eljött az életedbe. Amikor megadta az ajándékait, akkor ő megadta az ajándékait. He gave you his gifts. És mi tanuljunk, and we learn, és növekedjünk we grow, ebben, let's és járjunk and let's ebben. And let's walk de ez a gyakorlása annak, amit ő adott nekünk. Of what he has given és to ez us. Az, ahogy törekszünk. And this is how we ez endeavor. Az, ahogy megyünk előre. This is how we go forward, nem üzötten, not driven, hanem örömmel. But with joy. Egyszerűen csak élnem kell az, aki vagyok. Simply living out erre who vagyunk I am. Elhívva. That's what we are called for, és erről szeretnék beszélni. Like to talk about. Te annyival több vagy. Krisztusban, Isten akaratában, mint hinnéd, mint gondolnád. Figyelj, hogyha van látásunk az életünkre, hova tartok? Ennek Krisztussal kell indulnia. Krisztus felé kell tartania. És Krisztusnak kell lennie végig. Amen. Ez a Róma 11:36, amit felolvastunk az elején. Jézus azt mondja róla az írás, Jézusról azt mondja az írás, bocsánat. A 13. fejezet Jánosban, a 3. vers. És tetszik ez nekem, mert Krisztus is így élt. És mi is élhetünk így. Azt mondja, tudvá Jézus, hogy mindent a hatalmába adott néki az Atya, és hogy ő az Istentől jött, és hogy az Istenhez megy. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God, and was going to God. Hogyan élt Jézus? How did Jesus live? Tudta, hogy az Atyától jött. He came from the Father. Tudta, hogy az Atyához he megy. He knew he was going to tudta, the Father. És tudta, hogy az Atya adott neki hatalmat arra, hogy éljen itt, és hogy gyakorolja azt a hatalmat.
to exercise. He gave the Father gave him power and a right to exercise that power. Krisztusnak volt egy Jesus iránya. Had a direction. Tartott valahová. He was heading somewhere. Tartott János 19:30 felé. He was heading towards John 19:30. Amikor azt mondhatta, hogy elvégeztetett. When he could say, it is kész, befejeztem a munkát. Minden bűnárát kifizettem. Minden embert, egy János 2:2 megfizettem. Megmentettem mindenkit. És ha bárki hisz én bennem, János 3:16, az annak örök élete legyen. És János 3:18, ne menjen a kárhozatra. He wouldn't go to condemnation. És Jézus azt mondta, and Jesus said, elvégeztem a munkát, amire elküldtél, atyám, János 17:4. Elvégeztem a munkát, és dicsőítettem a te nevedet a földön. Jézus errefelé tartott. Azt mondta, el akarom végezni a munkát, amire itt vagyok. El akarom végezni a munkát, amire itt vagyok. Nem akarom halogatni. Késlekedni vele. I don't wanna carry with nem, nem, szeret, nem szeretném, hogyha ez nem menne végbe. Én végig akarom csinálni ezt. Én itt vagyok valamire a Földön. I am here for a reason in the earth. Tudod ezt? You know that? Magadról do you know hívőként, that about yourself as a believer? Vagy valamire a Földön? That you are here for a reason in the earth, that you have a purpose, and that's an eternal purpose, that it's greater than what this world is speaking about. It's bigger than building up a good business and have a lot of money, and how great it's going to be. God has something more in store for us, and he says to us, listen, have a plan, have a vision. Terved nem lehet, ha nincs látásod. You can't have a plan unless you have a vision. És tudod, ha ezt and nézem, you know, if you look Jézusnál, at it with Jesus, akkor lehet, hogy azt then mondom, maybe I say, hát jó, de ő Isten. Okay, but he's God. Ő Isten. He's God. Hát persze, hogy of ő neki volt egy határozott iránya. A firm, de én nem vagyok Isten. Legutóbb, mikor megnéztem, last time I checked, I nem wasn't. Voltam Isten. So, és miről beszélsz akkor? De nem csak ő beszélt így. He wasn't the only person who spoke 2 Timóteus 4, 7 és 8, azt hiszem, Pál azt mondja, én végigfutottam, én elvégeztem, én megcsináltam. Én most már megyek haza. Én már csak várom a jutalmat. Nekem már minden rendben. Én ide értem a végére, honnan tudom, átszakítottam a célszalagot. Elvégeztem, amire ide lettem téve. I have done everything I was here for. Pál nem volt Isten. Paul wasn't God. Ő ember volt, ugyanúgy, mint te meg én. És azt mondta, én elvégeztem, én végigfutottam, én megcsináltam. Egy egyszerű ember. És hogyan? És a válasz ez, hogy Pál Isten akarata szerint járt. Isten lépést tartott Isten akaratával. Bocsánat, Pál lépést tartott Isten akaratával az életében. Took up the pace of the will of God. És ez annyira fontos. And this is so important. Felismerte, hogy Istennek van egy iránya a számára. He recognized that God had a direction for him. És amikor felismerte ezt, akkor nem tanakodott magában. Menjek vagy nem menjek? Csinálnom kéne vagy nem? Így kéne legyen vagy nem? Hanem azt mondta, Isten megmondta nekem, van egy célom, végre tudom, Galácia 1, 15 és 16, nem tanácskoztam testtel és vérrel, a múltammal, a bűnömmel, a gyengeségemmel, a hibáimmal, a kinézetemmel, a neveltetésemmel, a haverjaimmal, hanem azt mondja, mentem Isten akarata után. Mentem Isten akarata után. Nem tanakodtam semmivel. És mit csinált Pál egyből, amikor Isten megmutatta ezt neki? Elkezdett emberekkel foglalkozni. Elkezdett törődni emberekkel. Tanítani embereket. Szeretni embereket. Ez az, amit csinált. Van, aki azt mondja, én Istennek adom az életem. Én Istennek adom az életem. Úgyhogy fölmászok egy magas toronyba, elzárom magam mindenkitől, és csak Istennel fogok foglalkozni. Imádkozom egész nap, soha nem beszélek senkivel. És mi csak nevetünk ezen. Ez lenne Isten követése? Tényleg? Ez lenne Isten követése? Isten, azt látjuk az életet,
leírásban. Újra meg újra azt mondja, figyelj, az a dolog, idézőjelben dolog, ami foglalkoztat engem, az az emberek. That's man. Az ember, nem? Újra meg újra. Care about is man. Abraham, again and again. Abraham, Isaac, Isaac, Jákob. Jacob. És mehetünk sorban, nem? We can continue. Izrael, a nép, az emberek. Ma reggel beszéltünk róla. We spoke about that this morning. 5 Mózesből in Deuteronomy a little bit. De aztán ott van Mózes. But then there is Moses, aztán ott van Dávid. And David. Salamon. Salomon. A bírák. The judges. És aztán a király, Ezékiás, Jóás. King Hezekiah, King Joel, többiek, and the others. Ezékiel, Jeremiás. Jeremiah, és a többiek, emberek. People, ha Isten törődött valamivel, a történelem során az emberek voltak. History, nem azzal törődött, he hogy mit gondol róla a sokaság. Nem kormányzatokkal foglalkozott. Nem gazdagsággal. Bocsánat, de nem kultúrával foglalkozott. Hanem emberekkel foglalkozott. És nekünk is ez az elhívásunk. Nekünk is ez kell, hogy legyen a látásunk, ha valóban Istennel akarunk járni. Emberek, nem dolgok, hanem emberek. Ha hiányzik a mennyei látás az életemből, és tudod, mi történik? Még a szeretetem is céltalanná válik. És tudod, mi történik? Szeretek, de csak a pillanatnyi szükséget látom. Csak azt látom, hogy most mi van. Nem nézem a hosszú távú. Nem nézem, hogy hova tartunk az ő akaratában. Így történhet meg velünk. Hogy a gyerekeinket képezzük, és kiképezzük őket, hogy kell megélni a világban, de nem képezzük ki őket, hogyan járjanak Istennel, hogyan szolgálják Istent. Miért? Mert a pillanatnyi szükséget nézem. Ezért nem tudom elképzelni, hogyha ugyanebben az időben lett volna valami más tábor, mint a tini tábor, akkor oda küldtem volna a fiamat, és nem a tini táborba. Another camp alongside with the teen camp, I would have not sent my son to the other camp. Mert van egy látásom az életünkre, és hiszem, hogy Isten követése az, amire szükségünk van. Tényleg hányan voltatok a tini táborban, kik voltatok? Tedd fel a kezed. Magasabbra, hadd lássam. Nagyszerű, és még itt is itt vagytok. And you're still here. You're here as well. Tudod, és ezért nem tudom elképzelni, and that's why I can't imagine, hogy mit tudom én, rendszeresen otthon maradna, hát mert olyan fáradt szegény. Az Isten tiszteletekről. Hogy nem hozom el az Isten. Tudod miért? Mert előre nézek. Mert van egy látásom. És az én életemre is. Azért jövök én is. Persze, hogy fáradt vagyok. Persze, hogy elegem van. Persze, hogy tudod, van nap, amikor utálom magamat. Persze, hogy úgy vagyok, tudod. Ó, te jó ég. Nem akarom, hogy így lásson a gyülekezet. És akkor a feleségem azt mondja, de menned kell. De miért? Te vagy a pásztor. Tudod. Tudod, mindannyian. Oké, rendben van. Mindannyiunknak van okunk. Van egy pillanatnyi szükség. De a szeretetnek messzebb kell látnia. Látás nélkül a szeretetünk rövidlátó lesz. Isten ments, hogy így legyen. Isten ments, hogy így legyen. És tudod, ez nem történhet meg. Ja, tényleg szerdán beszéltünk arról, hogyha a szeretetnek nincsenek meggyőződései. Kíváncsi vagyok, hányan hagyják abba a gyülekezetünk bejárást ezek után. De utána egy lány azt mondta, mert 1 Korintus 7:1-ről beszéltünk, az érintés nélküli szerelemről. És egy lány odajött, és azt mondta, hogy volt egy kapcsolatom, és aztán most már vége. És azt mondta, annyira hálás vagyok, hogy tanítjuk ezt a gyülekezetben, mert még így is annyira nehéz. De hogyha ez a srác nem tartotta volna magát ehhez, és így úgy esett volna szét, And the relationship would have broken up. El nem mondhatom, mennyire nyomorult way, lennék. I can't even tell you how miserable I would be. És tudod, ez you know,
Ez annyira fontos nekünk. Legyen egy mennyei látásunk. Legyen egy mennyei látásunk. Hogyan van? Hogyan van az embernek mennyei látása? Nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. És ma reggel is említettük ezt. Azt hiszem, nem olvastuk fel. Márk 1-ben. Itt vagytok még? Itt vagytok még? Csak tűnődöm, hogy meleg miatt. Még itt vagytok. Mindjárt végzünk, de... De Márk 1:17-ben. Mondta nékik Jézus. Kövessetek engem. És én azt művelem, hogy embereket halásszatok. Én azt művelem, hogy embereket halásszatok. Hogyan? Kövessetek engem. Kövessetek engem. Nagyon egyszerű. Csak kövesd Jézust. Csak kövesd Jézust. Ilyen egyszerű. Csak kövesd Jézust. Menj utána. És tudod, hogy ő hova fog vezetni? Igen, vezetni fog a Bibliámhoz. Igen, vezetni fog imára. Igen, vezetni fog engem egy jó tanításra. Igen, vezetni fog engem. Tanítani fog. De tudod, hova fog vezetni? A Bibliámon keresztül, az imámon keresztül. Hiszen mélyen, ahogy ez a vers mondja, újra meg újra emberekhez fog vezetni minket. Újra meg újra emberekhez fog vezetni minket. És tudod, ez az, amiért beszélünk róla. Ez az, amiért mondjuk. Menj bibliaiskolába. Ezért mondjuk, menj el egy missziós útra. Menj el egy ima összejövetelre. Menj el egy házról házra biblia tanulmányra. Tudod miért? Mert a szolgálatban, a közösségben, az imában együtt követjük őt. És ahogy követjük őt, garantáltan emberekhez fog vezetni. És hogyha nem vagy biztos a dolgodban, akkor járj abban, ami bizonyos. Járj abban, ami bizonyos. Járj az igazságban. Járj a Krisztus testében. Légy közösségben. Járj imában. Legyen szereteted a testvérekkel. Kommunikációd az igazságról. Mert tudod, hogy ez biztos. És Isten vezetni fog. És tudod, mit találunk nagyon sokszor? Hogy jársz az életedben Istennel. És olyan véletlenszerűnek tűnik az egész. Szinte véletlenszerű. Itt egy ember kicsit beszélek neki az igazságról, ott van valaki, imádkozunk együtt, itt van valaki, ő bátorít engem, amott van valaki, adok neki egy szórólapot, vagy elmondom neki, hogy miről szól az öt szín, karkötő, köszönöm. Egy kicsi beszél magyar. Tudod, így nézed, és mész lépésről lépésre, és azt mondod, teljesen véletlenszerű. De tudod, évek múlva visszanézel, és azt látod, hogy teljesen tervszerű volt. És akkor te nem láttad, de aztán látod. Hányan tudunk áment mondani erre? Amen. Nem ezt látjuk az életünkben? Isten hatalmasan használ bennünket, ha követjük Krisztust. Ilyen egyszerű. Megyünk utána, és aztán van egy mennyei látásunk. Tudod, amikor Jézus, amikor Péter bajban volt, és Jézus találkozott vele, János 21-ben, 15-16-17. versek, és Jézus beszél neki. Mit mond neki? Azt mondja neki, tápláld a juhaimat, törődj a nyájjal, Péter, csináld azt, amire elhívtál. Csak járj abban, ami biztos. Járj abban, ami biztos. És Isten vezetni fog. És Isten vezetni fog. És aztán lesz egy idő után, lesz egy látásod, és azt mondod, ez az, ahogy élni akarok. Ez az, ahogy élni akarok. Tudod, az egyik dolog, amit nagyon szeretünk a gyülekezetünkben, az a tan, a tanítás. És a mi életünkben személyesen, ezt úgy hívjuk, hogy meggyőződések. Szerdán beszéltünk erről. És tényleg kérlek, hogy hallgass meg azt a ma reggelit, különben nem fog összeállni. De tudod, mi történik? Lehetnek meggyőződéseim,
de mondjuk nincsen látásom. But let's say I don't have a vision. Vannak meggyőződéseim, de nincs convictions, látásom. But I don't have vision. Tudod, mi történik? You know what happens? A meggyőződéseim my convictions önmagukat szolgálják. Will serve a meggyőződéseim themselves. Nem vezetnek sehova. They don't kiváló lead meggyőződéseim anywhere. Vannak. I have az igazságból jönnek. They come from úgy the élem truth. Az életem. I live my life, de mivel nem tartok like valahová, them, mivel nincs egy látásom, mivel nem mondom azt, hogy oké, emberek felé szolgálok, ezért annyira fontos. Ha nem építek valakit, nem szolgálok valahol, nem járok az igazságban, gyakorlatban, nem szeretek valakit, akkor a meggyőződéseim olyan döglöttek, mintha hazugságok lennének. Komolyan. Ez lenyűgöző, de így működik, hogy a meggyőződéseim látás nélkül éppen olyan halottak, mint a látás meggyőződések nélkül. As a vision without convictions. És arról meg szerdán beszéltünk, úgyhogy nem and megyünk we'll bele. Talk about that on Wednesday. De amit mondani szeretnék, az ez. Ne élj nagyszerű meggyőződésekkel és mennyei látás nélkül, mert a te életed annyira fontos Isten tervében. A te életed annyira fontos Isten tervében. Ne élj céltalanul. Don't live aimlessly. Ne élj céltalanul. Don't live without vagy a ne éld úgy, még egy, hogy az összes céljaid azok csak ebben a világban vannak. Hogy az összes célod az autódra vonatkozik, a házadra vonatkozik, a jövedelmedre vonatkozik. Az összes célod csak ebben a világban van. Oké, olvassunk el még egyben. János 6, 27. Elég kihívó. És figyelj, előre bocsájtom. Ez a vers nem azt mondja, and let me tell you in advance, this verse does not ne csináljunk say, semmit ebben a világban, let's not do anything in this hanem world, azt mondja, hogy ne ez legyen a fókuszunk, János 6.27. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, mely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ad majd néktek, mert őt az Atya pecsételte el, az Isten. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to the everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set his seal on him. Miért mondja why ezt Jézus? Miért mondta that? Ezt? Figyelj, van egy rossz hírem. I have bad news van egy rossz for you. Hírem. I have bad news for you. Az összes virág, amit ültettél, all the flowers you planted, az összes fa, amit dugványoztál, az összes épület, amit építettél, az összes cég, amit összehoztál, az összes memo, feljegyzés, amit valaha írtál, az összes fax, amit küldtél, az összes fotó, amit készítettél. Az összes dolog, amit csináltál ebben a világban. A 2 Péter 3:10. Az összes el fog égni. Ne mondd már ezt, ez rettenetesen hangzik. Ne bolondozz velem, minden. Miért mondja Isten, hogy ne ebbe a világba fektesd az egész életed? Miért mondja Isten, hogy ne erről szóljon minden az életünkben, hanem legyen valami több, legyen egy örök célunk, legyen egy mennyei irányunk. Szeretjük ezt az épületet, mert itt lehetünk, és dicsérhetjük együtt az Urat. Praise God together. De egy nap, but one day, az egész. All of it. Semmi nem fog maradni. Go, nothing will remain. Mi marad meg? What remains? Az ő beszéde. What will remain? His words. És az emberek. And people. Az emberi lelkek. Amen. The souls of people. És tudod, és ezért érdemes. You know, that's why és Isten azt mondja nekünk, fektesd az életed oda, ahova érdemes. Tedd oda az életed, ami számít. Put your life where it matters. Amikor így beszélünk és mondunk számokat, emlékeztek, mikor Pásztor Sibeli azt mondta, hogy 7 éve, 5 év alatt 500 gyülekezetünk lesz világszerte a GGV-nak. És ez úgy hangozhat,
sound mint like egy szám. A number. De figyelj, 500 gyülekezet, but 500 az nem az 500-as számról szól. It's not about the 500, the az azokról, 500, a százakról és ezrekről szól, emberekről, akik a bevégzett munka üzenetét fogják hallgatni, akik felépülnek az igazságban, akiknek megmenekül a házasságuk, mert hallgatják az igazságot, akik a gyerekeiket igazságban fogják nevelni, azért, mert felépülnek Isten akaratában, akik távol maradnak a kocsmától, mert van egy jobb helyük, ahova járhatnak. Az az 500, az nem 500, hanem az a százak és ezrek életéről szól, emberekről szól. Amikor mi azt mondjuk, hogy az az imánk, hogy legyen 30 gyülekezetünk Magyarország, mi nem számokról beszélünk, hanem miskolci emberekre gondolunk, meg kecskemétiekre, meg gödöllőiekre, meg szekszárdiakra, meg keszthelyiekre, meg debreceniekre, emberekre, akik ma nem ismerik az Urat, és ismerhetnék az Urat, amiatt, hogy nekünk van egy látásunk, és szeretnénk elérni őket. Ez emberekről szól. Figyelj, a világ legkönnyebb dolga úgy csinálni ezt az egész kereszténységet, mint egy... Tudom is én. I don't know. Mint egy bizottsági ülést. Like a comedy meeting. Összejöttünk a bizottságba, üléseztünk, a végén azt mondtuk ámen, és kész. That's it. De egy Tesszalonika 2:8. But in 1 Thessalonians 2:8, Pál arról beszél a tesszalonikaiaknak, hogy amikor eljöttünk hozzátok, akkor nem, azt mondja, hogy nem csak az evangéliumot voltunk hajlandóak adni nektek, hanem azt mondja, a saját lelkünket, hajlandóak voltunk az életünket adni, értetek? És embereket nyerni, is, embereket nyerni Isten akaratában, embereket nyerni Krisztusnak, embereket az Úrhoz vezetni. Ez követel tőlünk valamit. Ez csak teljes szívvel lehet csinálni. That we do it de van egy nagyszerű ígéret, tényleg. That's the only way we can do it. Szeretném felolvasni. Igazából inkább nem talán. Okay, hosszú, maybe, egy kicsit. It's long. Írd le, kérlek. Please write it. Ésaiás 58, in Isaiah 58, 10, 11 és 12. 10, írd le és nézd meg otthon. Van ott egy nagyszerű ígéret. Azt mondja, ha nem sajnálod a lelkedet, ha szolgálsz, ha megnyersz, akkor Isten tesz néhány ígéretet. Azt mondja, áldott leszel, örömöd lesz, aztán ráadásul az emberek, akik felé szolgálsz, ők is áldás lesznek másoknak, és egy jó neved lesz, olyan név, azt fogják mondani rólad, hey, ez az ember, aki helyreállít másokat, ez az ember, aki megnyer másokat. Figyelj, miért van iskolánk? Miért vannak iskoláink? Miért van a Greater Grace International School? Miért van a Káris keresztény iskolánk itt az épületben? Még. És aztán költözik. Miért van a KETA, a Biblia iskolánk? Az emberek miatt. Az emberek miatt. Azzal a célra, hogy embereket érjünk el. Miért szeretnénk egy apologetikai központot? Miért imádkozunk ezért? Emberek miatt. Akiknek szükségük van válaszokra. Akiket ki kell hívni intellektuálisan, és aztán az Úrhoz vezetni őket. Emberek miatt. Nem azért, hogy legyen még egy programunk, hanem azért, hogy embereket nyerjünk. Miért van léleknyerésünk? Hey, András, állj fel, fordulj körbe. Nem ismered Barta Andis, ő a te embered. Kérdezd meg, hogy kell lelket nyerni? El tudja magyarázni 5 percben, el tudja magyarázni 1 órában, vagy azt tudja mondani neked, hogy gyere velem, megmutatom. Ő a te embered. Imádkozunk érte, hogy tudja legyenek válaszolni. De miért beszélünk léleknyerésről? Mert ez a Biblia szólos program? Nem. Azért, mert van egy látásunk. Vannak emberek, because there are people, jó pár, a lot of people, aki nem ismeri az Urat, és nem fognak találkozni egy hívővel, believer, ha valaki nem megy oda hozzá az utcán, és nem mondja, hé, figyelj, say, Jézus szeret téged. Jesus loves you.
Tudod, Jézus szeret téged. Figyelj, nekünk van egy nagyszerű üzenetünk. Like we have a great message. Nekünk van egy nagyszerű üzenetünk. Tudod, mi az az üzenet? You know what that az az üzenet az Isten valósága. Az, hogy Isten valós. Az üzenetünk az, hogy Isten, ez a valós Isten, ez szeret. És aztán ez a valós és téged szerető Isten kínál neked valamit, örök életet, megmenekülést, az ő fiát, az ő szellemét. Hey, ez a legnagyszerűbb üzenet. Mi lehetne jobb ennél? Hallottam egyszer egy történetet. Azt hiszem az 1800-as években, talán Indiában. Misszionerősök megérkeztek egy faluba, szolgáltak az emberek felé, sokan nyitottak voltak. Az emberek azt mondták, komolyan, Isten eljött, és meghalt a bűneinkért, és készen álltak, és megtértek. És aztán azt kérdezték, ez mikor történt? És aztán mondták, hát 1800 évvel ezelőtt. És azt kérdezték a falusiak. Hol voltatok eddig? Why haven't you come earlier? Where have you been? Miért tartott eddig ide jönni? Where have you been? Why did it take so long to get here? 1800 years and you couldn't make it. Hát ha ez ennyire nagy dolog, hát akkor menjünk mindenhova, mondjuk el mindenkinek, hirdessük mindenkinek. Figyelj, ez egy hatalmas üzenet. Ez egy erőteljes üzenet. És figyelj, ez nem olyan üzenet, ami a pásztor Ati zsebében van, vagy mit tudom én, vagy a Lajos zsebében van, vagy Csaba, tudod, ez nem valaki másnak, nem. Ez a te szívedbe van írva. Ha hívő vagy Jézus Krisztusban, akkor ez a valóság, ez a szeretet, ez az ajánlat, ez valami, amit ismerünk. És Isten azért tart itt minket, legyen egy örök látásunk, legyen mennyei látásunk, és az ez, hogy embereket keresünk, hogy vigyük el ezt az üzenetet az emberekhez, és vigyük el az embereket ehhez az üzenethez. Figyelj, nem kell valami elképesztően, hatalmasan, lenyűgözően, fantasztikusan, nagyon, nem tudom, mit csinálod. Have to do something amazingly, fascinatingly, spectacular, anything. Hanem tudod, but you know, emberek. People. Imádkozz emberekért. Pray for people. Találkozz emberekkel. Meet people. Bátoríts embereket. Encourage people. Mondj nekik egy példabeszédet. Tell them a proverb. Ami odaillik. That's fitting. Tudod, fontos apróság. Important detail. Tudod, valamit, amit Isten ad. Something that God és, gives. És tudod, és aztán, and, és lesz egy szolgálatod. And you're gonna have a ministry. És szeretnélek bátorítani erre. And I just want to encourage tudod, you. Miért? You know why? Azért, mert az életed, because your life, a szíved, your heart, a valóságod, your reality, a hited, your faith, az imádatod, your worship, ez nagyon hangosan beszél, speaks ez nagyon very hangosan loudly, beszél. Speaks very loudly. Amen. Amen. Ennyi, Atyánk, dear Heavenly Father, köszönjük neked, thank you, hogy adtál nekünk that you have mennyei látást, given us vision, és lenyűgöző módon. And in an amazing way, az a mennyei látás az emberekről szól. Heavenly vision is about people. Az emberekre nézel, Urunk, és embereket people, akarsz megmenteni. You want to save people. Köszönjük, Urunk, hogy ezzel thank a szívvel Lord, élhetünk ebben that a világban. We can live with this heart in this world. És Uram, nem akarunk úgy lenni, mint Ezékiás az utolsó 15 évében. Lehet, hogy van még 40 évem. Maybe I have another 40 years left. De minek? But what for? Urunk, szeretnénk ezt az Lord, irányt tartani. We want to keep szeretnénk this örök látással nézni lelkekre, emberekre, imával, hittel. Ó, Urunk, erre van szükségünk. Tanítsd ezt a szívünknek, tanítsd ezt a szívünknek, kérünk. A Te igédből, a közösségünkben, ó, Uram, minden lépésben a Jézus nevében. In the name of Jesus. Köszönjük, Urunk. Thank you. Ha van itt valaki, if there is anyone here aki nem ismeri még Jézus Krisztust, Christ, akkor itt a lehetőség, hogy ő hozzá gyere. Nem ismerem az életed, nem tudom a háttered, a neveltetésed, a vallásod, ha az interneten nézed, hogy itt vagy ma este, tonight, soha nem bíztál Jézusban. Never placed your trust in ő annyira valós. Annyira so személyes, real, annyira igaz, so personal, so true, annyira hűséges. So faithful, gyere Jézushoz. Come to Jesus. Ezt a szívedben teheted you meg. Can do this in ma délelőtt your hárman this döntöttek morning, így. Three people have made this decision, és te is meghozhatod ezt a döntést. And you can make this decision a hit too. Nem egy érzés, faith hanem is not döntés. An emotion, it's a decision. Mondd azt a szívedben, dönts! Just say,
make a decision in your heart. Jézus, Jesus, rád bízom magam. I place my trust in you. Jézus, kérlek, please, te Jesus, ments meg engem. You save én me. Nem tudok elég jó I lenni. Can't be good enough. Én nem tudok tökéletes I can't lenni. Be perfect. Jézus, kérlek, Jesus, please, gyere az életembe. Please come into my life. Légy a megváltóm. Be my savior. Ments meg engem. And save me. Hiszek benned. I believe in you. Ismerni akarlak téged. I wanna know you. Kérlek, adj nekem please give me új szellemet, new spirit, új szívet, a new heart, új életet, and a új new gondolatokat. Life, new thoughts. Jézus, gyere az életembe. Jesus, please come into szabadíts my life meg, and deliver me, meg. Cleanse me. Jézus, meg akarlak ismerni. Jesus, I wanna know you. Ments meg engem. Please save me. Ha életedben először imádkoztál így, like this, akkor amint a gyülekezet ever, imádkozik, as the church is praying, szeretnék veled örülni. I'd like to rejoice with you. Kérlek, egy pillanatra föltennéd a kezed, second, just slip up your csak hogy tudhassam, hogy meghoztad ezt a döntést, aztán leteheted. Ha meghoztad ma ezt a döntést, ez a legegyszerűbb, legnagyszerűbb, legfontosabb döntés, és nyilván a döntés számít, nem a kész and of course, it's the decision that matters. It's not the raising your hands, but we'd like to give you a little package. Is there anyone? Just raise your hand and put it down again. Bárki. Anyone? Rendben. All right. Ennyi, Atyán, köszönjük neked. Thank you. Jézus nevében. Thank you. In the name of Jesus. Amen. 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 Kérlek, álljatok fel. Dicsérjük az Urat, utána még lesz egy apró dolog, amit el kell mondanom, de gonna have something to share afterwards, but ami én nem hoztam, percet nem feled el. Nyit van át az hajtó, ma is bejöttem, a tondelemben bánok nekem a fejem. Jézus mellett élni, ez a legjobb dolog. Ugrálok és táncolok, mert szava vagyok, és velem kapcsol és táncol a meg. Jézus győzelmény az engem új éveket, és velem még a kegyelem is a szívem örül. Jézus eljött hozzám, rajtam megkönnyülül. Kinyújtott a karját, szelítem felemet, ami néven azt a percet nem feled el. Nyitva áll az ajtó, ma is bejöhetem, a frontteremben bánok nekem ott a helyen. Jézus veled élni, ez a legjobb dolog. Ugrálok és táncolok, mert szabad vagyok, és velem tapsol és táncol meg. Jézus győzelmény az engem új éneket, és velem tapsol és táncol meg. A pályány dicsőségét hirdetem. Tapsol és táncol meg. Jézus győzelmény az engem új éneket, és velem tapsol és táncol meg. A pályány dicsőségét. Pásztor Zoli alól elfogyott mindenki, oké. Még egy dolog lenne, kérlek foglaljatok helyet, csak egy percre. Please be seated for a minute. Végezni fogunk rendes időben, de we're gonna finish in time. De but ez, rajta lehet a neten is, akkor Káriszhoz szeretnék mondani pár dolgot. Először is azok számára, hogy nem tudjátok, mi a Káris.
Those of you who don't know what káris is. Volt némi zűrzavar. There was some confusion. Nem a gyülekezet költözik el. The church is not moving. Okay. Szeretnénk elköltözni? Szeretnénk. Szeretnénk bejebb költözni a városba, ha Isten megnyitja az ajtót. Into the city a little more if God opens the door, but nem a gyülekezet költözik, hanem az iskolánk. But the church is not moving, our school is moving. Szóval először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki itt volt csütörtökön, pénteken segíteni, ahogy szerdán kértük és jöttetek. Kik voltatok? Csak tegyétek fel a kezeteket, még egyszer tudom. Már fölemeltétek reggel is, de köszönjük a segítségeteket tényleg. Nagyon sok mindennel kész vagyunk. We have done a lot of things. We are ready. Igazán még mindig ugyanerre lenne szükség. And we still need help. Szükség lenne csomagolásra. We need to wrap things up. És aztán szükségünk lenne. And we also need cipelésre is, ami azt jelenti, hogy az iskola termeiből levinni az ABT terembe. Ami azt jelenti, hogy jó lenne, hogyha lennének ott emberek, akiknek egyessel kezdődik a személyi számuk. De szükségünk lenne csomagolásra is, úgyhogy hölgyek is nyugodtan jöhettek, segíthettek. Hogy hányan tudnátok segíteni, nézzük csak hétfőn és szerdán, reggel 9-től 10-től, kb. Így este 7-ig itt lesz lehetőség, ha tudsz jönni egy órára vagy többre, akkor nagy segítség lehetnél bármikor. Kik tudnának jönni és segíteni hétfőn és szerdán? Hétfőn és szerdán. Köszönöm szépen. Thank you. Akkor lehet, hogy hajnal fölállnál egy pillanatra, kérlek, oké? Okay, utána beszéljetek hajnallal, jó, mondjátok meg, hogy én jönnék, és mikor, when, akkor nagyjából tudjuk, come, hogyan so számoljunk. Oké, okay, és csak annyit szeretnék mondani a Kárisról, hogy tartsátok imában az átírást. Vannak ezek a nagyon drága baptista tesók, akik segítenek nekünk ezzel, átveszik az iskolát, hogy tovább működtetessük. Ami tényleg Isten áldja őket ezért, de most kaptuk a híreket, hogy nem tetszik a hivataloknak, hogy a baptisták ennyi iskolát vesznek át. És ezért így nagyon-nagyon rászálltak mindenre. Úgyhogy tartsuk imában az egészet. Jó, kérlek, ne szűnjünk meg imádkozni. Nem tudsz eljönni, segíts, semmi gáz. Kérlek, imádkozz, oké? Nagyon fontos, hogy imádkozzunk, érte. És aztán ugye van ez az épület, az Elnök utca végében, az Orci kert mellett. Elnök utca near Orci kert. Nyilván ez egy bérlemény lenne, ha működik. Úgyhogy nem lesz olyan kényelmes, mint a saját épületünk. Biztos lesznek surlódások, biztos lesz ez meg az. De oké, szóval tartsuk imában ezt is. És aztán majd szükségünk lesz a segítségetekre, amikor a költözés lesz, mikor átvisszük a cuccokat. Meg lehet, ezt még nem tudjuk biztosan. Lehet, ezt nem tudjuk biztosan, de lehet, hogy oda át a tantermeknek a kialakításában is kelleni fog majd segítség, akkor majd mondjuk ezt. Oké. Akkor ennyit szerettem volna mondani. Nézzük néhány dolog. Az egyik, hogy itt a kazettás asztalnál lehet kapni a Pastor Stevensnek a könyveit, és a ma esti üzenethez jól kapcsolódik, van ez a könyv. Emberek halásza, vagy mi a címe? Hogy van? Emberek halásza? Oké, az kapcsolódik hozzá, jól azt meg lehet venni. Aztán nézzük csak, holnap 6-kor kim vagyunk az Erzsébet téren. Készüljünk, imádkozzunk, nagyszerű közösség lesz, aztán lelkeket nyerünk. És kedden Pásztor Zoli fog tanítani igazi alázat szemben a képmutatással. Pásztor Zoli azt mondta, hogy az egyikben a kettő közül szakértő. Nem tudom melyikben, de. I don't know which one. Okay. Reggel is ezt mondtam róla, csak egyikben sem, oké, kérem. He's not alázatos. The expert in any of okay. those. Oh, how humble. Ez volt a hamis, nem csak. That was okay. false humility right there. Kedd este 6-kor. Okay, és Tuesday at 6. Ha új hívő vagy és jársz az alapokra, akkor gyere az étteremben, lesz az alapok kurzus. Attending the Alapok course, come on Tuesday, it's going to be in the okay. restaurant. És kérlek, álljatok föl, please stand. És aztán imádkozzunk. Let's pray. Imádkozzunk Pásztor Lajosért.
Let's pray for Pastor Lajos. Amint visszautazik Peruba. As he's traveling Isten back akaratában. To Peru in the will of God. És aztán aztán csak imádkozzunk így, tényleg Isten áldásáért az életünkön. Mennyei Atyánk, Father, gyülekezetként church, imádkozunk testvérünkért, brother, akit elhívtál missziós munkára. Köszönjük neked ezeket az éveket, years, amikben hűségesen szolgált Peruban, Peru. Amiben nem adta fel, nem állt meg, hanem továbbra is szeret, szolgál, bátorít. Köszönjük, Urunk, hogy adtad őt munkatársul Pásztor Stan mellé. Hálásak vagyunk Pásztor Lajos ajándékáért, az üzenetért a szívében, meggyőződéseiért. És kérünk, Urunk, használd őt hatalmasan következő években is. Bátorítsd őt, Uram, védd meg őt, szolgálj felé, építsd fel újra és újra. Uram, amikor fel akarja adni, erősítsd meg. Benned bízunk ő érte, Urunk. Kérünk, Urunk, és abban a hitben küldjük ki őt. We sent him out believing that your Holy Spirit választotta őt el erre a munkára, és benned bízunk ő érte, Urunk. Work, and we trust you for him, Lord. Köszönjük, Istenem. Thank you, God. Kérünk, Urunk, please, áld Lord, meg mindannyiunkat, amit megyünk innen, as we leave, védj meg bennünket, us, használj bennünket, us, gyógyíts minket, us, építs fel minket, Urunk, build us up, mennyei Lord, látásban. In a heavenly vision. Hadd legyen az életünk valami több, let our lives valami be something több, more, mint amit ez a világ kínál, than what this world presents, hogy éljük az életünket, offers, de minden munkánk, problémánk, our work, our egészségünk, problems, betegségünk, health, sickness, pénzünk, pénzhiányunk fölött, money, ott van az örök cél, ott legyen az örök cél. That eternal purpose would be there. Lord, this is how we want to live according to that new heart that you've given to